Hírosi Tiborral beszélgetünk, a Ferencváros élő legendájával. Nagyon régen láthattuk a Ferencváros stadionjában, most újra itt van közöttünk. Milyen érzései vannak? Sok csatát megélt itt az új stadion, rengeteg néző. Milyen érzései vannak a mai mérkőzések előtt? Itt is mondhatnék felemelő érzés, hiszen egy ilyen csodálatos arénában az ember akarná sem tudná rosszul érezni magát. Én azt gondolom, hogy ezzel a mai avató ünnepséggel a Fradi család megint összeáll, megint a játékosok, a szurkolók ugye közös ponton fogják tudni az életüket élni. Én remélem a hétköznapokon is a szurkolók ugyanúgy fogják az életüket élni, mint a régi pályán, az étteremben, a klubházban. Különböző szakosztályok ismét egy egységet kovácsolnak, úgyhogy nagyon örülök neki. Emberfeletti a stadion, szóval nem találok szavakat, amikor a közönség rázadik a hajrá Fradira. Ha valamikor, akkor ez erőt kell, hogy adjon a játékosoknak, úgyhogy szerintem jó dolgok fognak történni a következő csapatban. Két gyors kérdést teszek föl, mi a véleménye Gera Zoltán hazatérésére, és mennyire befolyásolhatja ez a csapat teljesítményét? Egyértelmű, ez nem is kérdés, hogy a Gerazoltban nagyon sokat erősödik a csapat, hatalmas rutin van benne, és az a szerénység tudással párosul, úgyhogy nyilván kell még egy-két mérkőzés neki, hogy játékba lendülje, megismerjék egymást a játékosokat, szerintem nem lesz probléma. Végezetül utolsó kérdésként, tudjuk, hogy vannak problémák, nincsen minden szurkoló. Mit üzenne a ferencvárosi szurkolóknak így végezetül? Hát azt, hogy legyen béke, legyen ismét a ferencvárosi szurkolótábor egységes, hiszen ez egy nagy család, de hát nyilván a családban vannak mindig csúrlódások, ezt felejtsük el, és mindig csak arra feladatra koncentráljuk, hogy azt, hogy érezzük dolgunkat, tudjuk a csapatnak, és legyen sok örömünk egymásban. Nagyon sok szurkolót foglalkoztat, és ez nem mehetünk el mellett a kérdés mellett. Láthatjuk még önt egyszer a Ferencváros kispadján? Hát a kispadon, hát talán egyik héten, amikor ide beengedett, akkor majd lejött. De sajnos nem van Nagyon szépen köszönjük, Nyilasi Tibor!